Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az a kérdésem, hogy van-e itt a teremben valaki, aki nem a belvárosi visszalépésekről szeretne hallgatni? Aki nem a belvárosi visszalépésekről szeretne hallani? Fel a kezekkel, kérem. Hát azért vannak, vannak, ez nagyon jó hír, de azt látom, hogy többségében mégiscsak a belvárosi visszalépés ma a téma. Fogok erről is beszélni, de kicsit távolabbról fogom kezdeni, ha megengedik. Arról van szó, hogy a Fidesz önkényesen és önhatalmúan hozott egy választási törvény néhány évvel ezelőtt. Ez a törvény nem azért született, hogy Magyarországon a parlamentet, az országgyűlést olyan emberek alkossák, akiket a magyar emberek megválasztottak, hanem azért született, hogy a Fidesznek a biztos másfél-két milliónyi szavazásával választást lehessen nyerni, akár kétharmaddal is, akkor is, hogyha kevesebb voksot kapnak, mint a Fidesz ellenszavazók. Ezzel kényszerhelyzetbe hozta az ellenzéket, és kényszerhelyzetbe hozta az országot. Abba a helyzetbe hozott minket, hogy a Fidesz kottájából kell muzsikálnunk. És a választókat ez a helyzet elbizonytalanítja. Minden olyan mondat, ami a visszalépésekről, összefogásról, ellenzéki marakodásról szól, az azért szólhat erről, mert a Fidesz kottájából vagyunk kénytelenek néha játszani, és azért vagyunk kénytelenek, mint a Fidesz azt akarja, hogy elbizonytalanodjanak önök, és a visszalépésekről akarjanak hallani. A belvárosban valóban erről van szó hetek óta, és éppen ezért nem tud megtörténni az, hogy mi egyébként érdemes belvárosi jelöltek, Összemérhessük mindazt a kínálatot, amit a belvárosnak, Budapestnek, Magyarországnak kínálunk. Én azt gondolom, hogy a mi ajánlatunk, az én ajánlatom, Karácsony Gergely kormányprogramjának a belvárosra le lefordított ajánlata, az megállja a helyét minden egyéb ajánlattal szemben. És én ezt nem tudom elmondani. Nem tudok valóban megmérkőzni azokkal az emberekkel, akik itt elindulnak ebben a körzetben, és egyébként szerintem nagyon érdemes és tiszteletre méltó politikusok. Nem, tudok el, nem tudom elmondani azt, nem lehet beszélni arról, hogy miért költenek száz a budai vár elfoglalására. Nem lehet beszélni arról, nem tudok beszélni arról, hogy hogyan kéne kezelni a budapesti és belvárosi lakhatási válságot. Nem tudok beszélni arról sem, hogy hogyan kéne kezelni a parkolási válságot és az állandó közlekedési dugókat, a folyamatos légszennyezést, a smogot, ami évente 13 ezer ember halálába kerül ebben az országban. Nem tudok beszélni a pazarló és elavult belvárosi lakásokról. Azokról a lakásokról, amiket drága fenntartani és kényelmetlen benne élni, mert száz évvel ezelőtt építették őket, és ma már nem úgy élünk, mint száz évvel ezelőtt nem tudok beszélni a fákról, és nem tudok beszélni a polkokról. Én tájépítész mérnök vagyok. Én egy zöld várost szeretnék itt építeni, egy zöld várost szeretnék létrehozni, és nem tudok ezekről beszélni. Nem tudunk arról beszélni, hogy milyen törvényeket kellene hozni a fák megvédésére, pedig a zöld felületek pontosan ugyanolyan fontos városi funkciót jelentenek, mint az utak vagy az áramellátás, és aki nem védi őket törvényel, az valójában az emberek életével játszik és legkevésbé arról tudunk beszélni, hogy az évente ideérkező 3,5 millió turista nem a belvárost gazdagítja, és nem Budapestet gazdagítja. Ez a 3,5 millió turista egyre inkább az úgynevezett nemzeti turisztikai ügynökséget, az Orbán család legújabb csecsebecséjét gazdagítja, amely nem sokára, nem sokára pontosan ugyanúgy fogja újra elosztani a turisztikai piacot, mint ahogy korábban a dohányboltokkal tették és én, aki nyolc éve azért dolgozom itt, hogy levegőt kapjunk végre. Levegőt kapjunk végre valóságban is, és képletesen is, nem tudok mindenről beszélni. Nem tudok beszélni a terveimről, nem tudok beszélni Karácsony Gergely kormány programjáról, arról, hogy ez mit jelent itt a belvárosban, mert arról kell beszélnem, hiszen még önök is, akik itt vannak a többségében, azt szeretnék tudni, pedig a Változás Szövetségének a rendezvényére jöttek, hogy lesz-e a belvárosban visszalépés, és hogyan lesz, és mi lesz. Ez érdekli önöket elsősorban. Nos, én eleve kimondtam azt, hogy nem leszek semmiféle kormányváltásnak az akadálya, de egy biztos. És ezt tudhatják, és ebben bízhatnak, és meg fogom ígérni. Ha valaha úgy adódna, hogy visszalépek, azt én fogom bejelenteni, és nem különböző sajtóorganumokból fogják megtudni, mert ezt a tiszteletet megadom a választópolgároknak. És végezetül szeretnék föltenni még egy kérdést. Önök szeretnének a Fidesz kottájából játszani? Ki szeretne a Fidesz kottájából játszani? Egészen addig, amíg a visszalépésekről beszélünk csak is, és kizárólag, és nem tudunk arról beszélni, hogy mi lesz ebben az országban április 9-e után, addig a Fidesz kottájából játszunk, és a Fidesznek beszélünk. Éppen ezért ne hagyják magukat. Ne hagyják magukat elbizonytalanítani. Menjenek el szavazni, mert a kormány is levátható. Higgyék el, hogy levátható. Tudják mit? Ne higgyék el, csak adjanak egy esélyt. Menjenek el szavazni, és adjanak egy esélyt a Változás Szövetségének, Karácsony Gergelynek, mert a Fidesz csak egy valakitől fél. Öntől, mert ön a választó, és ön tudja megdönteni a kormányt. Köszönöm szépen.